Azt gondolom, hogy a világörökségi lista az egy fokmérő, egy értékmérő, egy globális rendszernek egy értékmérője. Tehát ezen rajta lenni, ezen megméretkezni, ezen szerepelni jó dolog. Egyszerűen a jelzés értéke miatt. Miért nem jó lekerülni erről? Hát azért, mert az egy súlyos veszteséget jelent, abból a szempontból, hogy a presztízsünket elvesztjük valamiben. Budapesten, ami nagyon hiányzik, az úgynevezett kezelési terv. Ezekre a helyszínekre szokás elkészíteni, illetve egy elvárás, hogy elkészüljenek az úgynevezett kezelési tervek. Budapesten ez egyrészt a helyzet összetettsége miatt, másrészt ennek a időszükséglete miatt ez még nem kezdődött el, és ez még hiányzik nagyon. Budapest lehetőségei ebből a szempontból kicsit korlátozottak, de alapvetően a fővárosnak a szabályozási tervei azt a célt szolgálják, hogy ez a védelem ez biztosítható legyen. Amennyire mi rálátunk ezekre a feladatokra, amikor központi tervtanácsba szerepet kapunk, hívnak, véleményt nyilváníthatunk, mi mindig nyilván el fogjuk mondani a véleményünket. Alapvetően azért látni kell, hogy ezeknek a területeknek a védelme és a tervezett fejlesztéseknek a minősítése, ez elsősorban kormányzati szereplők feladata. Thank you.